Három baleset is történt tegnap délután Kecskemét közelében. Ez a kamion 23 tonna rakománnyal borult az árokba az M5-ös autópálya felhajtójánál, Kecskemét határában. A műanyag árut szállító török kamion a főváros felé haladt volna, amikor egy kanyarban, valószínűleg a Jeges úton, megcsúszott, letért a felhajtóról és az árokba borult. A fülkében egyedül lévő török sofőrnek nem lett komoly baja. A Jeges út miatt két másik baleset is történt tegnap délután. Ez a mikrobusz totál károsra tört, amikor belecsapódott az árokba az M5-ös autópályán a Kiskunfélegyházi lehajtónál. Amikor a jármű a stráda felüljárójához ért, a lejegesedett úton vezetője elvesztette uralmát felette, majd az útjelzőnek csapódott és az árokba borult. A középkorú férfi kisebb zúzódásokkal megúszta a hatalmas zuhanást. Mintegy 10 perccel később pedig egy kis furgon csapódott a szalagkorlátnak ugyanezen a szakaszon, pár méterrel arrébb. Itt sem történt komolyabb sérülés. Információink szerint az M5-ös autópálya ezen részén a felüljáró is nagyon csúszott.